versenyhelyzetet is teremtve a piacon rendelkezésére bocsájtani az energiaipar, a hazai energiaipar és energiafogyasztók számára. A következő nagyon fontos lépés, amit meg kell tennünk, az állam szabályozó erejének és tulajdonosi befolyásának erősítése az energetikai szektorban, és meg kell említeni, ötödik sorban, nem rangsorolással, hanem végezetül az atomenergia békés használatának az elkerülhetetlenségét a következő két évtizedben, amely a Nemzeti Energia Stratégia időtávját foglalja magában. Történelmi pillanatokat élhettünk a Magyarország gyűlésben, hiszen talán először fordult elő az, hogy minden egyes megnyilvánuló képviselő csoport úgy fogalmazott, hogy a paksi atomerőművi kapacitások élettartam hosszabbítása az az ország biztonságos villamos energia ellátása szempontjából megkerülhetetlen. Ez most először hangzott el minden felszólaló képviselő csoport részéről. Rögzítsük, hogy egy nagyon fontos történelmi pillanat. Ez viszont felerősíti az aktuális törvénytervezettel kapcsolatos felelős hozzáállásunknak a szükségességét is, hiszen ennek a törvénynek a tartalma fogja meghatározni alapvetően azt, hogy a következő évtizedekben az atomenergia biztonságos magyarországi felhasználása az garantálható lesz-e vagy sem. Az egy más kérdés, hogy hosszú távon szükséges-e atomenergia kapacitásoknak a bővítése vagy sem. De erről nem a mai napon kell vitatkoznunk, nem is vitatkoztunk róla, egyet azért középtávon mindenképpen ki kell emelni, és talán a fogalom használatot a kormányzati és országgyűlési berkeken belül is érdemes pontosítani. Tulajdonképpen nem paksi bővítésről beszélhetünk jelen helyzetben az üzemidő hosszabbítást követő időszakot illetően, hanem a meglévő paksi kapacitások tervszerű kiváltásáról. Tehát nem kapacitásbővítésről, hanem a meglévő kapacitások kiváltásáról. A stratégiai tervezés során arra jutottunk, hogy a meglévő kapacitások kiváltása nélkül nehezen képzelhető el a 2030 utáni időszakban is az ország biztonságos villamos energia ellátása. Ugyanakkor, hogy a üzemidő hosszabbításon, a kapacitás kiváltáson túlmenően szükséges-e újabb kapacitásoknak a kiépítése, amely már valóban bővítéssel, kapacitás bővítéssel, duplázással jár, az egy nagyon komoly szakmai, illetve stratégiai, országstratégiai és politikai vitát és döntést is fog majd igényelni. Tisztelt képviselő társaim, leszűkítve reagálásomat az itt elhangzottakra, és kifejezetten a beterjesztett törvény javaslattal kapcsolatosan elhangzott véleményekre, következőt szeretném még rögzíteni. Ahhoz, hogy a paksi erőmű biztonsággal tudjon működni, valóban nem csak a műszaki paraméterek meghatározására és azok folyamatos ellenőrzésére van szükség, hanem az ott dolgozók képzésére, felkészültségüknek a karbantartására, javítására, megbecsültségüknek, anyagi megbecsültségüknek a biztosítására is. Ebben egyetértünk. Hasonló tartalmú javaslatokat fogalmaztunk meg az ország kormánya irányába is a szaktárca, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, annak érdekében, hogy már az üzemidő hosszabbítás, illetve a tervezett kapacitás kiváltás vonatkozásában is hosszú távon, az elkövetkezendő évtizedekben rendelkezzünk azokkal a fiatal, középkorú, képzett, felkészült munkavállalókkal, akik a paksi atomerőműben teljesítenek szolgálatot. Tehát ebben a kérdésben egyetértünk. Az, hogy ennek a konkrét szabályozása e törvény keretében kell-e, hogy megvalósuljon, megnyilvánuljon,
arról még az elkövetkezendő napokban minden bizonnyal lehet vitát folytatni. De abban egyetértünk, hogy mind a képzési feltételek, javadalmazási feltételek, munkafeltételek vonatkozásában kiemelt figyelmet kell fordítani erre a szektorra, hiszen a foglalkozásból fakadóan, a foglalkozással való összefüggésben sokkal szigorúbb az átlag embernél, sokkal szigorúbb életviteli szabályoknak is meg kell felelniük, eleget kell tenniük, tehát nem élhetik úgy az ott dolgozók a mindennapi életüket, mint ahogy azt egy átlag ember teheti. Ezeket is figyelembe kell venni a humánpolitikai feltételrendszer kialakításánál. Egyetértek azzal is, amit Simon képviselő úr felvetett, igen, a Magyar Tudományos Akadémiának, illetve a Műszaki Egyetemnek közösen, a szükséges kormányzati döntések meghozatalát követően alaposan föl kell készülnie arra, hogy az elkövetkezendő évtizedekre vonatkozóan is megfelelő, felkészültségű szakember állomány álljon rendelkezésre, és a legkiválóbb szakemberek országból történő elvándorlását ezen a területen is meg lehessen akadályozni. Van egy nagyon kényesnek tűnő fejezete a törvénymódosításnak, amelyet Jávor Benedek képviselő úr több alkalommal is fölemlegetett. Már a tegnapi bizottsági vita során is kitért erre a kérdésre. Három pontban határozta meg az általa nagyon fontosnak tartott szempontokat. Párhuzamot vonva a fukushimai katasztrófával, csak abban az esetben lehet biztonságosan használni az atomenergiát villamos energia előállítás és szolgáltatás céljára, hogyha a kockázatok nem kerülnek alábecslésre, egyetértünk, hogyha a hatóság hozzáállása nem megengedő, hanem következetes és a szabályok betartására ösztönző, és a harmadik pedig, hogyha a kommunikáció kellőképpen nyitott arra, vagy ahhoz, hogy a külső szemlélők is betekintést nyerhessenek az atomerőmű tevékenységébe, amely a biztonságos működés alapfeltételeit illeti. Egyetérthetünk ezekkel az elvárásokkal, de az előterjesztő részéről azt is hozzá kell tennem, hogy a meglátásunk szerint a most beterjesztett törvénymódosítási javaslat alapvetően ezeknek az elvárásoknak eleget tud tenni. Senki sem szeretné azt, hogy a kockázatok alá becslésére kerüljön sor. Annak érdekében, hogy már a most működő atomerőmű is a legbiztonságosabb körülmények között végezhesse a munkáját, és a korábban fel nem merült kockázatokra, kockázati lehetőségekre is nagyobb figyelem háruljon, ezért az Országos Atomenergia Hivatal, ahogy azt jeleztem a bevezetőmben is, célzott biztonsági felülvizsgálatot indított Paks vonatkozásában, mely összhangban van az Európai Unió tagállamai és az Európai Bizottság között ez év május 25-én létrejött megállapodással, amely meghatározta az úgynevezett stressz tesztnek a belső tartalmát. Tehát ebben az esztendőben a Paksi atomerőmű 2011. október 31-ig el fogja végezni ezt a célzott biztonsági felülvizsgálatot, amely tulajdonképpen válasz a képviselő úr azon felvetésére, hogy a kockázatok alábecslésére sor kerülhet-e ebben a szabályozási környezetben. A hatóság megengedő álláspontjával kapcsolatosan az alábbiakra szeretném fölhívni mindannyiunknak a figyelmét. Az Országos Atomenergia Hivatal bármikor, bármilyen tevékenységet jogosult ellenőrizni a nukleáris létesítményekben, így a hazai atomerőműben is. Évente mintegy 200-300 vizsgálatot végez el maga a hatóság, amelynek a részletes szabályait a nukleáris biztonsági szabályzat határozza meg.
éves ellenőrzési tervet készít, igény esetén az éves ellenőrzési terv az megismerhető, a nyilvánosság részéről is megismerhető. Teszem hozzá, hogy az Országos Atomenergia Hivatal évente jelentést tesz az országgyűlés számára, amely ugyancsak ismerteti a tárgyében végzett ellenőrzéseket, azoknak az eredményeit, a feltárt, esetlegesen feltárt szabálytalanságokat, illetve az azokkal kapcsolatosan meghozott intézkedéseket is. Nagyon fontos azt is leszögezni, hogy már a jelenlegi szabályozás is lehetőséget biztosít, és ez élő gyakorlat arra, hogy távadatszolgáltatási rendszeren keresztül maga a hatóság jelen időben tudja ellenőrizni azokat a folyamatokat, amelyek a paksi atomerőműben történnek. Tehát oda vannak telepítve azok a mérő berendezések, ellenőrzést szolgáló berendezések, amelyek adatszolgáltatása jelen idejű formában magának a hatóságnak az elemző központjaiban hozzáférhetőek, és ez alapján az üzemi paraméterekkel, az üzemi nyomással, alapvető műszaki adatokkal kapcsolatos kérdésekben folyamatosan el tudja látni az ellenőrzési tevékenységét maga a hatóság. Nagyon fontos az is, hogy a törvénytervezetben a kockázat elfogadható mértéke alapelvi szinten jelenik meg, ugyanakkor a nukleáris biztonsági szabályzat határozza meg azt, hogy az adott kérdésre vonatkozóan milyen eljárási rendet kell alkalmazni. A szabályozás, amely a nukleáris biztonsági szabályzatban kerül meghatározásra, sem magának az Országos Atomenergia Hivatalnak, sem pedig az engedélyesnek nem ad módot arra, hogy mérlegelje a kockázat társadalmilag elfogadható mértékét a konkrét tevékenység tekintetében, mivel az normatív módon kötött magában a szabályzatban. Tehát nincs mérlegelési lehetőség. Magában a nukleáris biztonsági szabályzatban normatív módon kötött, előírt feltételrendszer van, és ezt már nem mérlegelheti maga az Országos Atomenergia Hivatal. Lényeges az is, hogy az engedélyes a továbbiakban az átalakítás végrehajtását kizárólag az átalakítási engedély birtokában kezdheti meg. Tehát az átalakítási engedély kiadása előtt az engedélyes, az átalakítást, a tényleges termelői tevékenységet végző berendezésekbe, egységekbe nem kezdheti meg, csak ha megvan a szükséges engedély. Ez azt is jelenti, hogy a korábban engedélyezett üzemeltetési mód csak akkor változtatható meg, ha maga az Országos Atomenergia Hivatal, mint hatóság engedélyezte, annak viszont nem lesz akadálya, hogy az engedélyes megkezdje az átalakítás előkészítését. Ez alapvetően az átalakításhoz szükséges anyagoknak és eszközöknek a beszerzésére, legyártására vonatkozik. Erre is megvannak az előírások, a paraméterek, amely alapján az előkészítő munkát végezheti az engedélyes. Ugyanakkor ezeknek a berendezéseknek, eszközöknek az üzemelő rendszerbe történő beillesztésére csakis az engedélyezési eljárás lefolytatását követően megkapott és érvénybe lévő engedélyre alapozva lehet elvégezni. Az is egy lényeges dolog, hogy maga az Országos Atomenergia Hivatal, mint hatóság, az átalakításra vonatkozó felügyeleti programját és az ellenőrzési programját azt az engedélyessel együttműködve kialakítja. Az engedélyesnek van bejelentési kötelezettsége arra vonatkozóan, hogy megkezdje az előkészületeket egy későbbi átalakításra való tekintettel, és hogyha ez bejelentette az Országos Atomenergia Hivatal számára, akkor maga a hivatal még az engedélyezési eljárás hivatalos megkezdését megelőzően is
elrendelhet célvizsgálatot annak érdekében, hogy a biztonságos előkészületek azok kárt ne szenvedhessenek. A 14-es paragrafus az rögzíti, hogy az átalakítási engedély kiadása előtt végzett ellenőrzés során feltárt a nukleáris biztonságot veszélyeztető nem megfelelőség esetén az atomenergia felügyeleti szer az átalakítás folytatását megtilthatja. Ez nem a tényleges beavatkozásra vonatkozik, hanem az előkészületekre vonatkozóan. Leállíthatja már az előkészítési folyamatot is, hogyha a célzott ellenőrzés az bizonyítja, hogy nem a hatályos jogszabályok alapján kezdték meg. És ez még az engedélyezési, a hivatalos engedélyezési eljárást megelőző fázisban van. Viszont a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatainak figyelembevételével nem célszerű a továbbiakban magát, a felügyeleti hatóságot az előíró jellegű hatósági tevékenységekkel leterhelni, mert az a tényleges ellenőrzési felügyeleti tevékenységének a kárára, hatékonyságára mehet. Márpedig elsődlegesen az a célunk, hogy maga ez a felügyeleti jogkör erősödjék és hatékonyabbá váljon, hogy csak olyan beavatkozásokra kerülhessen sor, és olyan beruházások valósulhassanak meg, amelyek az atomenergia törvény feltételeinek eleget tudnak, megállapításainak eleget tudnak tenni. Tehát tisztelt képviselőtársaim, összegezve az itt elhangzottakat, az megállapítható, hogy minden képviselőcsoport abban érdekelt, hogy az üzemidő hosszabbítással kapcsolatos biztonsági feltételek a legmagasabb szinten legyenek biztosíthatóak a korszerűsítésre kerülő atomenergia használatot szabályozó törvénytervezetben, és olyan szabályozási környezet kerüljön kialakításra, amely későbbiekben is biztosítja az üzemi működésnek a biztonságát, amely mind vagyoni, mind életvédelmi szempontból kiemelt célnak kell legyen itt a parlamenti törvényhozás keretein belül is. Ami pedig az atomenergia jövőbeni békés felhasználására vonatkozik stratégiai távlatokban, azzal kapcsolatosan jelenleg társadalmi és szakmai vita folyik, hozzáférhető mindenki számára az energiastratégia dokumentuma, a stratégiai környezeti vizsgálattal, valamint a gazdasági hatáselemzésekkel együtt, és amennyiben a kormány ezt jóvá fogja hagyni, úgy az országgyűlés elé is beterjesztésre kerül, hiszen ebben egy általános vitát le kell folytatni, és az országgyűlés által meghatározott határozati javaslat csomag alapján lehet csak a középtávú cselekvési tervek kidolgozásába belekezdeni, és annak figyelembevételével kell majd az energetikai törvények további szabályozási környezetét alakítani, és a támogatási rendszert is hozzáigazítani. Köszönöm szépen tisztelt képviselőtársaim a vitában való aktív részvételt, a módosító indítványokat az elkövetkezendő órákban, illetve egy-két napban ki fogjuk értékelni, és a következő heti bizottsági ülésekre igyekszünk már akkor az álláspontot, a kormányzati álláspontot is kialakítani, annak érdekében, hogy a következő héten folytatódhasson a törvény tervezetnek a részletes vitája. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen, államtitkár úr, az általános vitát ezennel lezárom, miután módosító javaslat érkezett, ezért részletes vitára, bocsájtásra és a részletes vitára következő ülésünkön kerül majd sor. Tisztelt országgyűlés, most soron következik az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A törvényjavaslatot TPER 3298-as számon, a gazdasági bizottsági ajánlást pedig TPER 3298/2-es számon megismerhették. Most az előterjesztői expozé következik. Addig lassítok a mondandómon, amíg a helycsere megtörténik, ha jól látom. A minisztériumi bársonyszékben megvan a szék, megvan a mikrofon,
Pónagy államtitkár úr magához ragadta fel és csiptette, akkor ezek szerint dővi a szó 20 perces időkeretben. Államtitkár úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, és a türelmet. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! A törvényjavaslat benyújtását több európai parlament és tanácsi irányelvvel összefüggő jogharmonizációs kötelezettség tette indokoltá. A légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatát a 2005 évi 184-es törvény szabályozza, amelynek alapján a közlekedésbiztonsági és állami közlekedésbiztonsági szervként kijelölt közlekedésbiztonsági szervezet folytatja le a független szakmai vizsgálatot. A szakmai vizsgálatnak a légi, vasúti és vízi közlekedési balesetek megelőzése a feladata, és nem célja a vétkesség vagy a felelősség megállapítása, ez más szervek, rendőrség, bíróság, nemzeti közlekedési hatóság hatáskörébe tartozik. A törvényjavaslat a közlekedési balesetek vizsgálatáról szóló törvénnyel összefüggésbe tesz javaslatot további három törvény módosítására is. A törvényjavaslat a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendelet közvetlen hatájából adódóan deregulálja a közlekedési balesetek vizsgálatáról szóló törvényből azokat a rendelkezéseket, amelyeket az EU rendelet szabályoz. Ezzel összefüggésben meghatározza az EU rendelet azon rendelkezéseit, amelyeket kizárólag az állami légijárművel bekövetkezett légi közlekedési balesettel, súlyos repülőeseménnyel és légi közlekedési rendellenességgel összefüggésbe kell alkalmazni. Az állami célú légi közlekedés sajátosságai, a polgári légi közlekedéstől eltérő felépítése, szabályozása miatt az EU rendelet egészébe ugyanis nem alkalmazható az állami célú légiközlekedésre. A törvényjavaslat a jogharmonizáció szabályozáson túl az úszólétesítmények nyilvántartási szabályainak könnyítését szolgálja azzal, hogy a motoros vízisporteszközök lajstromozásakor csak a tulajdonjog és az üzembetartó jog bejegyeztetését írja elő. A módosítást követően a motoros vízi sporteszköz terhelő jelzálogjog bejegyeztetése a Magyarországos Közjegyzői Kamaránál vezetett nyilvántartásba történik. Mind az EU rendelet, mind a tengeri szállítási ágazatba bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és 2002/59/EK Európa Parlament és Tanácsi irányelv módosításáról szóló 2009. április 23-án kelt 2009/18/EK Európai Parlament és Tanácsi irányelv előírja, hogy szabályainak megsértése esetén a tagállamok olyan szankciókat állapítsanak meg, amelyek hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek. Hasonló intézkedéseket tesz lehetővé az úgynevezett vasútbiztonsági irányelv a rendelkezései alapján meghozott nemzeti szabályok megsértőivel szemben. Ennek szellemébe fogalmazza meg a törvényjavaslat azokat az eseteket, amelyek a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezése alapján a közlekedési ágak piaci szereplőinek gazdasági erejét tekintetbe vevő összegben teszik lehetővé a szakmai vizsgálatot akadályozók bírságolását. A közlekedési balesetek vizsgálatáról szóló törvény alapján a légi közlekedésben meghonosodott és jól bevált üzembetartói vizsgálati rendszer pozitív tapasztalatai azt mutatják, hogy e rendszer meghonosítása a vasúti és vízi közlekedés területén is alkalmazható a közlekedésbiztonság hatékonyságának, javításának hatékony eszközeként. Ennek lehetőségét teremti meg a javaslat a vasúti és a vízi közlekedési törvény módosításával. Azokban a csekélyebb súlyú esetekben,
amikor a közlekedésbiztonsági szerv nem kötelezett vizsgálat lefolytatására, és a jogszabályba foglaltak alapján saját döntése alapján sem indít vizsgálatot, az érintett üzembetartót hívja fel annak elvégzésére. A légi közlekedés mintájára a vasúti és vízi közlekedési törvényben szükségessé vált annak a személyi körnek a meghatározása, amelyek biztonsági szervezetet vagy annak feladatát ellátó más szervezetet kötelesek fenntartani, ennek hiányában olyan személyt foglalkoztatnak, vagy olyan szervezetes csatlakoznak, amelye feladatokat ellátja. A vasúti közlekedés területén a működő biztonságirányítási rendszer, a vasútbiztonsági tanúsítvány és a vasútbiztonsági engedély megszerzésére nem kötelezett üzembetartó esetében a vasútüzem vezető alkalmas e feladat ellátására. A hajózási engedélyeseknek jelenleg is alkalmazni kell egy, a hajózási tevékenység irányítását ellátó, a hajózási tevékenység folytatáshoz szükséges szakmai alkalmasságot igazoló vezetőt, üzemeltetési vezetőt, aki szintén megbízható az üzembetartói vizsgálat lefolytatásával. Az érintett szervezeteknél a rendszer bevezetése tehát csekély ráfordítással végrehajtható. A vasúti törvény módosításával a vasúti társaságoknak már létező balesetvizsgáló egységek kerülnek törvényileg kiemelt helyzetben, ez adminisztratív és pénzügyi többletterhet a vállalkozásoknak nem jelent. Kérem, hogy mindezek alapján a törvényjavaslatot megtárgyalni és elfogadni, támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a türelmüket. Köszönjük szépen, államtitkár úr. Most következnek az előre bejelentett felszólalók a különböző frakciókból. Elsőként megadom a lehetőséget Manninger Jenő képviselő úrnak. Fidesz. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A kormány által benyújtott törvényjavaslat több a közlekedési ágazattal összefüggő törvény módosítását tartalmazza. Kiemelendő ezek közül a víziközlekedési törvény módosítása, amely valóban a lajstromba vétel szabályait érinti. Ez is fontos, ha már technikai jellegű módosítás, hiszen így a kisebb értékű víziárművek, motoros vízi sporteszkörök lajstromba vételének feltételeit könnyíti, az állampolgárok számára az eljárást egyszerűsíti. A törvényjavaslat másik sarokköve a légiközlekedési balesetekkel kapcsolatos rendelkezések újraszabályozása. Az elmúlt évek tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a légiközlekedés biztonsága területén az egységes szabályozás elengedhetetlen, ebben a kérdésben az Európai Unió nagyon aktív szerepet vállal. Mint az Európai Unió tagállamának, Magyarországnak is kötelessége tehát ezen törekvékes segítése, és a kormány által benyújtott törvényjavaslat a légiközlekedés biztonságát szolgáló uniós rendeleten alapuló jogharmonizációs kötelezettsége teljesítése érdekében a közlekedési baleseti szakmai vizsgálatának alapvető szabályait módosítja. A tagállamok hatóságának szorosabb együttműködését tűzte ki célul, a törvényjavaslat pedig megfelel a korábbi szabályozás módosításával a kívánalmaknak. Új jogintézményt vezet be a törvényjavaslat a vasúti és vízi közlekedés területén, az üzemben tartóra nagyobb felelősséget ró a balesetek és események kivizsgálásában. Az üzemben tartói vizsgálatra csak a csekélyebb súlyú, a közlekedésbiztonsági szerv által nem vizsgált esetekben kerül sor, azonban ezek azok az események, amelyek egyrészt nagyobb számban fordulnak elő, másrészt a vizsgálat alapján az üzemben tartó intézkedése sokkal eredményesebb lehet. Ezért szükséges a törvényjavaslatban megjelenő a biztonsági kérdésekben az üzemben tartó mozgásterét meghatározó szabályozás. Fontos hangsúlyozni, hogy a szabályozás közlekedés biztonsága javítására irányul, azonban a biztonsági kockázat és az üzemben tartó társaság méretét is figyelembe véve választási lehetőséget a saját biztonsági szervezet megteremtésére vagy ilyen szervezethez történő csatlakozásra. A törvényjavaslatokban megfogalmazott a közlekedésbiztonság javítására irányuló célok mindenképpen támogatásra érdemesek. Köszönöm figyelmüket! Következik a Fideszt követően Göndör István képviselő úr, MSZP. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim! A szocialista frakció ezt a törvényjavaslatot támogatja. Elfogadjuk azt, hogy ennek a törvényjavaslatnak a célja, úgy, ahogy államtitkár úr elmondta, alapvetően a
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése. Ugyanakkor néhány részlet mondatot azért hadd tegyek hozzá, hogy ilyen egyszerűen ne intézzük el ezt a kérdést. Támogatjuk azt, hogy az egyes vízi járművek nyilvántartásba vételének szabályai egyszerűsítnek, a közforgalmi hajózási tevékenységet folytató engedélyesek számára.